Lehet az a bizonyítvány átvétele, a tartós könyvek leadása, vagy akár iskola látogatási igazolás kérése, vagy bármi egyéb, ami nem halasztható szeptemberig, a következő tanév kezdetéig. A kalocsai általános iskolák két hetente szerdánként állnak a szülők rendelkezésére, így legközelebb majd július 22-én. Ezt követően augusztusban még két alkalommal, augusztus 5-én és 19-én lesznek ügyeleti napok. Ugyanígy van mindez a Nebuló intézménynél, ott is a központilag meghatározott ügyeleti rendet követik. A Kalocsai Szent István gimnáziumot szintén két hetente lehet felkeresni. Igaz, ott némileg módosul az időtartam, hiszen az ügyeleti idő hosszabb, mint az általános iskoláknál. 9-től 13 óráig várják az ügyeletben lévő tanárok az érdeklődőket. A Bajai Szakképzési Centrum Kalocsai Dózsa György Technikum és Kollégium heti egy napot tett közzé honlapján, így ott minden szerda délelőtt nyitva áll az épület, hogy akár a diákok, akár a szülők intézhessék ügyes-bajos dolgaikat. 9 és 12 óra között lesz mindenre lehetőség. Ugyanez érvényes a Kossuth Zsuzsanna technikumra is. Augusztus 20-a után újra benépesülnek az iskolák tanítókkal, tanárokkal, így akkor minden nap fel lehet keresni az adott intézményt.